miért fogtatok ehhez a vállalkozáshoz, illetve azt akartam mondani, csak nem túl szépen hangzik, hogy miért fogtatok azokhoz a dalokhoz, amelyeket már jól rosszul előtettek, nagyon sokan feldolgoztak. Nyugodtan meg. Talán azért, mert a közönség erre beindul, hogy megint együtt vagyunk, ugye május 21-22-én DRH lesz megint Dunakanyari Rock hétvége, immáron az ötödik. Csillag az magáért beszél, hiszen a műfajban a zöld csillag az egy olyan nóta, ami meghatározza egy rock csapat életét. Nálatok hogy volt ez? Hát a mi életünkben is meghatározta. Ugye pont ezért választottuk ezt a nevet, mert talán a magyar rock zenének az egyik legnagyobb alkotása. Nagyon örülünk, hogy a Taurus ezt meg tudta csinálni. Hát ugyan természetesen nem abban a felállában csináltam, ahogy akarták. Mindenesetre onnan vettük a nevet, és ez jelzi azt, hogy ilyen rock és blues feldolgozásokat játszunk most még, aztán majd későbbiekben saját számokat is írunk. Ismerjük a jövőjét, mi ennek látjátok? Hát szerintem igazából nem, én nem szeretek így beszélni, hogy most rock zene, vagy milyen zene. Zene létezik számunkra, szerintem. És hangszerek léteznek, meg hangok léteznek, és ebből kell kihozni a legjobbat. Zenén belül nyomulunk, úgymond, de szerintem ettől el lehet egy picit térni erre és arra, és picit más hangszereket bevetni, stb. Tehát a jövő az ebben van, hogy mindig ugyanazt a stílust is meg lehet újítani, újabb hangszerekkel, hangokkal, dolgokkal.
szeretettel köszöntetem itt a stúdióban. Hát engem valamire emlékeztet ez a név, hogy Zöld Csillag. Mitől vagytok ki Zöld Csillag? Hát egy Radics Béla számcímről vettük ezt a nevet. Jó napot kívánok, Benyhe László vagyok, a Zöld Csillag zenekar gitáros és vezetője. Én pedig Rizzo az énekes. Thank you.
véget ér! Ezen alapon ez a koncert véget ér! Van még egy hálás feladatom! Be kell, hogy mutassak egy nagyszerű csapatot önmagatoknak! Vasár Lajos Gimnázium! Hey! Tocsoljátok meg magatokat! Nagyszerűek vagytok! We'll be right back.